Gyerekek nélkül nem is igazi a március 15-i ünnepség. Minden esztendőben a szervezők arra törekszenek, hogy a fiatalok részei lehessenek a programoknak. Mözsön ezúttal a zöldkert óvoda apróságai színesítették a műsort. Magyar vagyok, az én népem neve magyar, jelünk piros, fehér, zöld. Hogy én magyar gyermek vagyok, engem büszkeséggel tölt. Az én hazám Magyarország, bölcsőhelyem, otthonom, gyarra hidom, vigyázok rá, tönkretenni nem fogom. Az én édes anyanyelvem, édesanyám bízza rám, a nagyvilág legszebb nyelve, bízzál bennem kis hazám. Az ünnepi beszédet ebben az esztendőben a Perszonfer Ágnes Tolnaváros polgármestere mondta el. Kiemelte a történelem csodán a nehézségek mellett a magyarság akkor volt sikeres, amikor egy közös cél érdekében összefogott. Március 15-ére virradóra benne volt a cselekvés szikrája a levegőben, azonban a robbanáshoz kellett a márciusi ifjak bátorsága, akik ráéreztek a megfelelő pillanatra, és megragadták azt. A márciusi ifjak többnyire 20 és 30 év közötti fiatalok voltak, a legfiatalabb közöttük a csupán 16 esztendős Hatala Péter volt. Ezek a srácok talán nem is tudták, mit kockáztatnak, amikor a közösen kitalált cél eléréséért harcba szálltak a császári tekintéllyel. A szabadság utáni vágy akkora volt bennük, hogy akkor, amikor a forradalomból szabadságharc kerekedett, akkor már együtt az egész nemzettel készen álltak az életüket kockáztatni érte. Hittek abban, hogy a magyaroknak joguk van a nemzeti szuverenitáshoz, az önállósághoz, a függetlenséghez. Petőfit idézve arról beszélt, szabad sajtó nélkül nem létezik magyar függetlenség és szabadság. Amikor 1848. március 15-én felkelt Petőfi Sándor, még ő sem tudta, hogy a nap végén a következő sorokat fogja feljegyezni naplójába. Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le sajtóról a bilincs. Vagy van olyan együgyű, ki azt képzeli, hogy szabad sajtó nélkül nem lehet nemzetnek szabadsága? Üdvözlés születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet. Tolna polgármestere kiemelte, a nemzet összefogása teremtheti meg minden helyzetben azt, hogy a magyarság minden körülmények között meg tudja tartani értékeit. A városvezető kiemelten fontosnak tartotta, hogy két esztendő után ne csak Tolnán, de Mözsön is külön ünnepélyen emlékezzenek 1848 őseire. Hiszen a mözsi gyerekek is nagyon szívesen vesznek részt, és azt gondolom, hogy annak az üzenete, hogy a gyerekeket bevonjuk ezekbe a programokba, ez nagyon fontos. Az az üzenete, hogy ugyan vége van az egyik bajnak, de itt van a szomszédunkban a másik, és mégis őrizzük a szabadságunkat, őrizzük a függetlenségünket, bár egy kicsi nemzetként, de én azt gondolom, hogy annál fontosabb az, hogy tartsuk meg az értékeinket, tartsuk meg a szabadságunkat, semmiképpen ne keveredjünk a háborúba, és fogjuk meg egymás kezét, akár Tolnán, akár itt Mős település részen, és vigyázzunk arra, amit 1848-49-ben, aztán később 1956-ban nagyon sokan az életüket adták a magyar szabadságért. Én azt gondolom, hogy ma ugyan nem karddal kell csatába menni, és hát én nagyon remélem, hogy senkinek nem kell meghalnia a magyar szabadságért, de az, hogy kiállunk mellette és minden évben elmondjuk a magyar szabadság üzenetét, ez nagyon fontos. A mözsi megemlékezésen a Hősök emlékművénél helyezték el a megemlékezés virágait.